Na, sziasztok! Most figyeltem a hangra, ez most megint a AirPods-on veszem fel a hangot, mert az előzőnél is szar volt a hang, meg a kép sem volt jobb, mert megint előlapi kamerát használtam, most megint a hátlapit használom, mint az eredeti vlogok is voltak, hát remélem most már visszatérünk az eredeti minőségre, szép lassan. Próbálkozok. Na! Ja, meg figyeltem most arra, hogy előre besuktam az ablakot, még mielőtt én ütvefúróval megint nekiállna itt valaki huncutkodni mi ez az erkély alatt. Szóval most figyeltem rá. Most egyedül vagyok itt, szóval nyugodtan tudok vlogolni. Hajni most állásinterjú van. Talán is volt egy állásinterjúja, egy ilyen videón, konferencián keresztül, ilyen Teams-es. Mondom, hogy visszajelezzek, most meg személyes interjúja van valahol a meg nem mondom melyik kerületben, de nem olyan messzire innen, szóval kocsival szed egy a 4 óra 10 perc. Szóval most ott van, így nyugodtan tudok vlogolni, mert jó le vagyok maradva a vlogokkal, ami egyszerűen nem tudom, hogy jön össze. Ez a hétköznapi munka, hogy most visszatértem így a melóba, az így viszi az időmet hétvégén, meg sokszor nagyon fáradt vagyok hozzá, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert mindig történik valami, amiatt nem tudok egyszerűen, mindig van valami. Szóval egyszerűen hihetetlen. Egy napra kevésen 24 óra, úgy érzem már, miközben főként amiatt is, ha gondolom, nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot a vlog miatt is, és valahogy azt valahogy, hát nem tudom, milyen fontosabbnak érzem a közvetlen kontaktos, vagy hogy mondjam, a személyes kapcsolatokat, de persze a videók folytatódnak. Megállás nélkül, szóval az nem lesz hiba. Na, ígértem nektek egy olyan témát, ami hát most lehet, hogy fura lesz, de beszélgessünk ilyenekről is szerintem, mert eddig is elmondtam szerintem őszintén mindent, amik vannak, meg továbbiak is ezt a dolgot szeretném tartani, hogy őszintén meg tudjuk ezeket el tudom nektek mondani, és akkor ennyi. Meg ezt sokan megkérdezték, ami főleg betegek kérdezték meg, vagy akik transplantra válnak, vagy transplant után vannak. Lehet, az orvosoktól úgy nem merték megkérdezni, és így tőlem kérdezték meg. Én meg akkor úgy gondoltam, akkor én meg hát továbbadom akkor ezt a dolgot, hogy én hogy tapasztaltam ezt meg, szóval úgy gondoltam, elmesélem. Hát ez nem más, mint egyébként a nagyjából a szexuális élet, nagyjából egy transzplant előtt, után, közben lévő dolgok. Hát egyébként nagyon hamar rövidre lehet ez zárni, úgy nagyjából zéró az egész. Tök egyszerű a dolog, mikor a kezelések folynak, akkor egyben vagy a kórházba. Kettő, mikor itthon is voltam be a pár napba, örültünk, hogy amúgy is még élek és itthon vagyok nagyjából, meg azért fizikálisan se voltam azért a toppom, maradjunk annyival. Transplant előtt szintén ugye ez a szisztéma nagyjából, hogy még hiába is érzem jól magam, azért eléggé van robbanva azért belül nekem minden, le volt robbanva azért minden. Meg biztos a szteroidok hatása is, meg a kemók hatása is, meg úgy sok minden hatása is, hogy nagyjából úgy a hormonoktól kezdve innen felborul az emberbe, és nem nagyon működnek a hormonok, vagy hogy mondjam, így vagy hogy mondjam, hát ja, így tudom mondani, nem igazán van semmi. Igen, se rá, igen, így tudom mondani. A transplant után meg szintén az a hosszadalmas időszak, amikor még nem hogy szex nem lehet, de még egy érintés vagy egy pusz is lehet konkrétan, vagy légtérben nehezen tudok tartózkodni, már tudtam más emberrel tartózkodni, nem hogy egy ágyba. Szóval az is nagyon nagy befolyásoló tényező, és az egész végül is arról szól, hogy nagyon nagy olyan fajta fertőzés veszélyek vannak ebbe, baktériumok, gombák, meg ilyenek, hogy nagyon nagy rizikó egyébként. Igen, erről én beszélgettem az orvosommal, én azt hittem, hogy ilyen tök, ahogy mondtam is nektek, hogy ez egy olyan dolog, hogy azt hittem, hogy egy csomó minden tök természetes dolog, és így azért sem beszéltem róla, és erről sem hiszem, hogy a természetes dolog, hogy ez itt így van, de sok ember így megkérdezte, hogy egyszerűbb volt, mint hogy most elmesélni 20 embernek vagy 30 embernek külön-külön, egyszerűbb volt ezt a videót megcsinálni. Szóval lényegében ez ilyen elég ilyen offos téma, nagyon sokáig offos téma, azt tudom mondani, mai napig vannak azért bőszemmekötések ebbe a dologba,
egy darabig így is lesznek, és mondom, főként inkább ezek a baktériumok, gombák, meg a különböző ilyen dolgok, ami nem azt mondom, hogy valaki gombás, vagy valaki nem a kérdéses helység, hanem mindenkiben vannak természetes baktériumok, természetes gombák, természetes ilyen dolgok, amiket még nem ismert meg a transzplantált személynek a szervezete, ezért nem rá rúgva az ajtót kell ezeket bejuttatni, nem szívaplódonként, hogy megtanulja az új immunrendszer. Én erről például a dokimmal beszéltem, mindig szoktam mondani, hogy három kérdés szokott lenni, amit az emberek megkérdezett tőle, hogy a három top kérdés úgy mondva, hogy mit lehet és mit nem, egyik a pia, cigi és a szex, nagyjából ez a három szisztéma szokott lenni. Ebből most egyiket megbeszéltük, végül is, hogy van, hát nagyon semmi se lehetett, sőt nem is lehetett egyáltalán. Ahogy az orvos engedi, igen, ez is olyan hülye hangzik, a vérképből látszik, hogy lehet-e bármit is jelenni, vagy nem. Ugyanúgy, mint hogy más emberekkel való találkozás, vagy bármit, ezek szerint lehet szépen beütemezni. Hát ezt is ilyen beütemezni lehet, vagy nem is tudok szebben mondani, hogy hogyan fogalmazzak, de így tudom megmagyarázni ezt legjobban. Sajnos ez a kezelés, hát mondom, hogy szinte kizárt, de még tudok olyanról, aki simán kiki válogatja, én ebbe a dologba is, ugyanúgy minden más dologba is, ami betegségevel kapcsolatos, én mindig az orvosaimra hallgattam, meg hallgatok, szóval ebbe a dologba is így voltam velük, hogy mikor azt mondták, hogy amíg nem, addig nem, mikor azt mondták, hogy lehet, akkor lehetett. Szóval nagyjából így ennyi volt ez a része a dolognak. Hát akkor a másik két téma, akkor ezeket is gyorsan ledarálva, a cigi az nálam nem játszik, mert nem cigizek, szóval nekem az annyira nem volt annyira létfontosságú dolog, hogy kérdezősködjek erről. Egyébként van olyan betegtársam, aki miközben, nem tudom, körülbelül egy idős transzplantosok vagyunk, és egy-két hét különbséggel újjúként cigizik, miközben várja a kontroll transzplant után. Le semmi köze nincsen hozzá, de nekem nem kell a cigi, szóval nekem így tök mindegy ilyen szempontból. Voltak is olyanok, akik a kemoterápia alatt cigiztek kint az erkélyen, volt olyan, aki kitolta az izéjét is, a kis kemós infúziós állványát, szóval kint cigizett az erkélyen, ez kiki válogatja. Én nem kérdeztem erre soha rá, hogy mikortól lehet újra cigizni, mondjuk ez nem hiszem, hogy valamikor azt mondaná, hogy két hónapig most nem szabad, három hónap után meg lehet, szóval szerintem ez is ilyen, ez szintén személye válogatja nagyjából ez a cigizős témák. A pia, hát az meg jó kérdés, mivel szintén úgy vagyok vele, hogy ezt így nem szoktam megkérdezni a dokimtól, hogy mikor ijatok meg egy sört, amúgy nem ittam meg még mindig semmilyen alkohol, de ezt viszont így alapból tudom, hogy mondjuk az antibiotikumokra, amik ezt szedek, meg a rengeteg gyógyszer, azt lehet, hogy egy sörrel kéne bevennem, szóval nekem a pia szintén nem játszik még egyáltalán az életemben. Jövőre azért majd bízok benne, hogy már azért egy jó kis sörözést meg tudok ejteni. Meglátjuk, most az pont nem hiányzik. Mondjuk egy alkoholmentes, citromos sört megittam valamelyik nap délután, de hát abban konkrétan nem volt se alkohol, se semmi, inkább az a szörp cucc. Meg van is itt, ha alkoholmentes sörre egy darab, azt kaptuk valami beszállítótól, vagy úgy beszállítótól, hogy beszállítótól, házaszállítótól ajándékba, azóta is ott van. Én korábbiakban se voltam olyan, hogy itthon igyak amúgy így egymagamban, hogy most megígyök egy felest, vagy egy sört, vagy bort. Nagyon ritkán megittam egy sört, de az is inkább nyáron, ha kijutnunk az erkélyre, vagy ha meccset néztem itthonról, de én nem voltam az. Én inkább a társasági ivók közé, vagy ivásokat részesítem előnybe, de hát mivel kell, most nincsen, ezért az most nincsen. Szóval ki tudja, nem tudom, jövőre azért szeretnék menni. Azért tök jó lenne egy kicsit érezni az alkoholt, nem azt mondom, hogy berúgni, hogy valami, csak én még a sört azért szeretem. Meg a jó borokat is szeretem. Például minden ősszel azért mi járkáltunk hajnival, vagy ősszel, vagy tavasszal Tokajba. Szóval az hiányzik mondjuk, de mondom, inkább ez a része. De ebbe annyira nem mentem bele a dokimmal, mert az alapból tudom, hogy nem kéne a gyógyszereimre inni. Szóval ezt kihagytam. Na, szóval ez a fő három dolog, amit így mindig így mondta a dokim is, hogy megkérdeznek az emberek. Én részletem ezeket kérdik meg tőlem is. Szóval azért akartam ezeket tisztázni nagyjából. Hogy mi hogyan, és ennyi. Szóval ez a három fő dolog. Holnap megyek kontrollra,
meglátjuk, hogy mi a helyzet, fenntartó kezelés nyomom, szedem a gyógyszereket. És szerintem ennyi. Mára. Ez ilyen rövid, de így eszembe jutott, hogy erről beszéltél, pont most volt Éva egyik nem ismerős, na, valaki megkeresett, és pont ő is kérdezte, és eszembe jutott, hogy így, tényleg így relatív sokszor volt az a kérdés, mert akkor mondom, persze elmesélem, hogy ez hogy van, de nagyjából így. Szóval, de ha más, valaki másképp csinálta, mondom, olyat is tudok, hogy teljesen másképp csinálta, mondom, tudok olyat, aki már piázott, meg cigizik, meg mindent csinál. Hát én úgy csinálom, hogy a doki mondja. Én mindig abban hiszek, meg még mindig erősen abban hiszek, hogy eddig is bejött az, amit így mondtak, meg nem érzem egyáltalán erőltetettnek a dolgot. Néha inkább lehet, hogy én pörgöm túl a dolgokat, az lehetséges, az simán, de ilyeneket tartottam, meg tartom, meg mondom a cigi, meg a pia, az most azért irrelevánsban nem cigizek, itthon meg úgy se iszok, szóval nekem ez ennyire nem kavart be a sztorikba. Jó, hát ennyi. Köszönöm szépen, hogy megint itt voltatok, egy remek témánál. Mondom, szeretnék majd még ilyen témákat így fölhozni, amikor én teljesen tényleg azt hittem, hogy egyértelmű mű, de azért volt csak egyértelmű nekem, mert pont benne vagyok, voltam, és akkor az volt az életem része. De most így belegondolok, igen, most így visszagondolva, valószínűleg én se tudtam volna ezeket, vagy nem is sejtettem volna, hogy így vannak. És van egy jó pár ilyen dolog, közben rájöttem, hogy így belemesem a fürdés, hogy néz ki egy beépített kadüllel, hát az is vicces tud lenni. Mit tudok hozzá javasolni, mit lehet kipróbálni hozzá? Meg mire vigyáz az ember? Például, ha beüti magát, meg ilyenek. Jó? Ezeket így majd elmesélgetem, hogy mik ilyen apróságok. De most így eszembe jutott ez a három téma, hogy elmondom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk szintén holnap után, most lesz még egy videó biztos a héten, a kontroll miatt is, meg amúgy is csinálunk valamit. Két szót ismerek, mindig és soha, küzdeni mindig, eladni soha. Sziasztok!